megint választott magának valamit, és megint ki kellett derülnie, hogy amit ő magától választott, az nem jó és nem hasznos az ő jövője számára. Lót megláthatta azt, hogy mi történik akkor, ha az ember nem Istenre hallgat, és nem őt követi 100%-osan. Ott volt vele az ő felesége és két lánya is. És az Isten parancsba adta nekik azt, hogy menjenek, meneküljenek, és ne nézzenek hátra. Miért, kedves testvéreim? Aki menekül, még ha nem is áll meg, akkor is a sebessége lelassul, védtelenné válik, aki pedig úgy fordul hátra, hogy valósággal megáll, az még nagyobb veszélynek van kitéve. Ilyenek vagyunk mi is, mai keresztény emberek. Szeretünk hátra nézni, ahogy az egyik kedves lelkipásztor testvérünk mondta a héten, hogy mi a múltat nagyon jól tudjuk magyarázni, de mi van a jelennel? Sok keresztény ember van, aki elindult egy úton, de nem ment rajta végig, úgy, ahogyan Lót felesége is tette. Egyszer Jézus megkérdezte az ő tanítványait, amikor egy idő után sokan elhagyták őt, mert nem tetszett nekik Jézus tanítása, és a Mester ezt kérdezte az övéitől, ti is el akartok menni? És ez a kérdés, ami számunkra is nagyon lényeges kérdés, kedves testvéreim, hiszen talán minden templomban olykor-olykor elhangzik az a mondat, no már megint milyen kevesen vannak az emberek. A mi hitünknek a gyakorlása az nem azon múlik, hogy hányan vagyunk a templomban, mert Jézus tőlünk is megkérdezi, hogy vajon